Ebben a vizsgálatban vízvizsgáló kofferrel szeretnék egy kútvíznek a vízkeménységét, kémhatását meghatározni. Ezek a vízvizsgáló kofferek úgy néznek ki, hogy terepi mintavételre alkalmasak. Tulajdonképpen minden eszköz, ami a vízvizsgálathoz szükséges, megtalálható a kofferben. Vannak benne vizsgálati csövek, amiben ugye a vízmintát el tudjuk helyezni, vannak benne kis fecskendők, és minden olyan reagáns, ami az adott vizsgálat elvégzését lehetővé teszi. Ez a koffer pH-mérésre, vízkeménységmérésre, nitráttartalom és foszfáttartalom meghatározására alkalmas eszköz. Most ebből a kútvízből, ez egy ásott kútnak a vize, fogok kitölteni egy mérő pohárba egy keveset, hogy el tudjam végezni a vizsgálatot. És elsőként indikátorpapírral, tesztcsíkkal fogom megnézni, hogy milyen ennek az ásott kút vizének a pH értéke. Ez egy nagyon-nagyon egyszerű, a tesztcsíkot csak belehelyezzük, és kis várakozás után, nem kell rá nagyon-nagyon sokat várakozni, megkeressük, hogy melyik az a sáv, ahol leginkább hasonlítanak a pH értékhez feltüntetett színek és a tesztcsíkon lévő színek. Ebből úgy tűnik, hogy ennek az ásott kútvizének a pH-ja 7,5 értéken van, ami egy átlagos kútvíz pH-nak felel meg. Tehát a pH-ját ezzel meg tudtam nézni. A következő, amit szeretnék ebben a vizsgálatban még elvégezni, hogy meghatároznám a vízkeménységet. A vízkeménységhez a vízmintából 10 ml-t kell kimérnem. Ez egy nagyon egyszerű kis fecskendő, és ennek a fecskendőnek a segítségével egy kis főzőpohárba 10 ml vizet fogok bemérni. És ha bemértem, akkor megfelelő reagenseket kell adnom ehhez a vízmintához. A kofferhez tökéletes leírások vannak, hogy mit, hogyan kell elvégeznünk. Van ez az úgynevezett reagens 2, amiből egy kis kanálnyi reagenst kell adagolnom ehhez a vízmintához, és ezt el kell kutyulnom. Keresem benne, nincs benne túl sok reagens ez a helyzet. Most jó. És egy csapott kis kanálnyi reagenst adagolok hozzá. Visszazárom, hogy nehogy kiboruljon. És megkeresem az erre megfelelő kis keverőlapátot a kofferben, és elvégzem ennek a kettes reagensnek a feloldását. Ha feloldódik a kettes reagens, akkor egy pirosas árnyalat fog látszódni, ami a fehér csempelapon nagyon-nagyon szépen látszik, és akkor szintén a kofferben előre elkészített vízkeménységvizsgáló kémszerből, ebből az úgynevezett egyes reagensből kell cseppenként adagolnom ehhez a vízhez, és ahány cseppet adagolok a vízhez, annyi as lesz a víznek a keménysége. Tapasztalatunk szerint ebből a reagensből elég sokra lesz szükség, hiszen nálunk igen kemény vizek vannak, úgyhogy számolunk, igyekszem egyesével adagolni a cseppeket, és hát várnunk kell rá egy kis időt. Míg ez ugye az első csepp, adok egy cseppet, és elkeverem. Jön a második. Ami nagyobb volt. Harmadik.
és így adagoljuk. Sajnos túl sokat gyorsítani nem lehet a dolgom, mert hát a cseppnek kellene lennie. Negyedik, úgyhogy ezzel el fog itt állni egy kis idő. Addig, amíg adagolom, addig mondanám, hogy a kemény víz egyébként többféle szempontból is kedvezőtlen. Nem jó nekünk, ha mosásra használjuk, hiszen kevésbé habzik a mosószer. Közben már ugye az ötödiknél járok. Ez volt a hatodik, ami belecseppent. Ugye nehezebben főnek meg a hüvelyesek. Ez ugye a hetedik csepp. És hogyha felhasználják ezt a kemény vizet esetleg fűtési rendszerek feltöltésére, akkor ugye hamar kiválik belőle a vízköl. Nyolcadik. Addig kell adagolnunk, sajnos, amíg egy smaragdzöld szint el nem érünk, és itt az előzetes próbálkozások alapján ez még több cseppentést fog igényelni. 9. 10. Úgyhogy még játszogatunk egy kicsit. 11. 12. Nekünk igen kemény vízünk van. 15. 16. 17. 18. 19. És 20. 20-asnál járunk, ami tényleg a kemény vizekre jellemző, még nem zöldülünk. 21, 22, ott az két csepp volt. 23, 24. Ugye mindig el kell kutyulni, mert hát színreakció, és lehet, hogy egy fél cseppnél fog átváltani. 25. 26. 27. 28. És még mindig nem fakul. 29. 30. Itt kettő cseppent, és most váltott el. Tehát azt mondhatjuk, hogy ennek a kútvíznek egy olyan 30-as német keménységi foka van, ami igen kemény víz, tehát főzésre, mosásra nem célszerű felhasználni.